Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a Magyarországgyűlés tagja. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. Az örökkévaló jóvoltából 5783, Adár havának 20. napján vagyunk. Azaz 2023. március 13-a hétfő van. Két nap választ el minket a forradalom és szabadságharc, mert ugye azért az egy kemény szabadságharc volt. 1848-ban erre fogunk emlékezni 15-én, de ma már is erről beszélgetünk. Antoni és a Krisztiánok ünnepelnek ma. 117 évvel ezelőtt született Hernádi Lajos, született Hermlik, Kossuth Díjas zongoraművész, zenepedagógus. És akkor már is kezdjük a beszélgetést Németh Szilárddal, aki a miniszterelnök rezsibiztosa is tulajdonképpen. De a rezsi előtt beszéljünk valami egész más, nagyon aktuális dologról. 1848 mára vonatkozott tanulságai. Mennyire vagyunk ma részei Európának? Mert 1848-ban tudta az egész Európa, hogy kik is azok a magyarok. Akkor nem mertek olyan lekezelő módon viszonyulni hozzánk, mint napjainkban. Mi a különbség? Hát én úgy látom, hogy nem sokat változott a nyugat hozzáállása. Mi többször Európát megvédtük. Megvédtük a török ellen. A 48-49-es forradalom és szabadságharcban pedig eljutottunk odáig, hogy meg kellett fogalmaznunk, hogy mit jelent a magyar függetlenség, a magyar nemzeti függetlenség, és mit jelent a polgári függetlenség, a polgári világ Magyarországon, és ezért küzdöttünk másfél éven keresztül, amit aztán csak birodalmi összefogással lehetett Magyarországon megszüntetni. De a magyarok szabadságvágya az mindig is példaértékű volt egész Európában. Mert akkor hiszen a magyarok nemzetállam akartak lenni. A 19. század után a 20. században is megmutattuk 1956-ban, hogy mire vagyunk képesek a szabadságunkért. Akkor mindezek után miért van úgy, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, akik nem tekintik a hazájukat nemzetállamnak? Hát ez mindig is volt. Tehát 48-ban is voltak ilyenek. Hogy csak a szigetre gondoljak, Csepel-szigetre, hát Görgei Artúr ott takasztott, mégpedig nem is akárkit, egy Zichy grófot, ugye, aki elárulta a hazáját. Tehát, hogy mondjam, az árulás az mindig jól kifizetődő volt a birodalmaknak. Akár az osztrák birodalomnak, akár a német birodalomnak, akár az orosz birodalomnak, a szovjet birodalomnak, 56-ot is árulók folytották vérbe. Ugye, akiket kirángattak, meghívtak Moszkvába, ott ellátták őket minden jóval, minden tanáccsal, majd beküldték a szovjet csapatokat, hogy tiporják el a magyar forradalmat. Ugyanez volt 1849-ben is. 49-ben is a két császár, az osztrák császár és az orosz cár összefogtak, és ez a harapófogó, ez az iszonyatos túlerő, ez vezetett oda, hogy aztán augusztus 13-án világosnál le kellett tenni a fegyvert. Most így két nappal az ünnep előtt, már ünnepi hangulatban, mennyire őrizhető ön szerint meg a mi nemzeti önállóságunk azzal együtt, hogy nagyon fontos kluboknak a tagjai vagyunk, mind a NATO, mind az Európai Unió, de hát ha jól emlékszem, akkor az alapító atyák nem arra gondoltak, hogy egy amerikai Egyesült Államok mintájára klubot hoznak. 2010 óta olyan kormánya van az országnak, amelyik a függetlenséget és a nemzeti összefogást, a magyar érdekvédelmét, a magyar érdekek képviseletét tartja elsődlegesnek. Nekünk Magyarország az első, nekünk a magyar nemzet az első. Mi ekként fogalmazzuk meg az összes politikai, gazdasági, kulturális krédónkat, és erre kérjük az embereket, hogy ebben támogassanak bennünket, és ez 2010 óta egy negyedik kétharmadot jelentett az emberek számára. És ez vezetett oda, hogy új alaptörvényt tudtunk
bevezetni, új alaptörvényt tudtunk megszavazni 2012-ben Magyarországon. Ez vezetett oda, hogy a nemzeti együttműködés programját meg tudtuk valósítani. Ez vezetett oda, hogy Magyarország egy nagyon komoly gazdaságpolitikát folytatva, aminek középpontjában a családok megélhetése, a munkahelyek teremtése, az adócsökkentés áll, azt sikerre tudtuk vinni. És ez annyira, annyira ütésálló volt, hogy még a 2020-21-es világjárvány, a Covid-járvány idején is képesek voltunk arra, hogy saját erőből, példát mutatva mindenki számára, kimásszunk abból a gazdasági válságból egyébként, amit a világjárvány okozott. És most is ugyanezt képviseljük. Tehát most is első a magyar érdek. Azt kell fölírni legelőször minden egyes döntésünkben. És hogyha látjuk, hogy mi a magyarok érdeke, és ezt mi megkonzultáljuk az emberekkel, akkor világos szerintem a magyar kormány üzenete is. Most ugye egy konzultáción, az áprilisi választáson, a tavaly áprilisi választáson megkapott kétharmaddal, a több mint 1 100 000 ember vett részt abban a konzultációban, amely egyébként a brüsszeli szankciókról és a háború okozta károkról és azok mentéséről szólt, azt gondolom elég egyértelmű üzenetet küldtek az emberek akkor, amikor azt mondták, hogy nekünk, magyaroknak az az érdekünk, ha a szomszédunkban nem háború dúl, hanem a szomszédunkban béke van. Többszörösen is ez az érdekünk, hiszen ebben a háborúban magyar állam, magyar emberek is részt vesznek, és magyar emberek is halnak meg. És nekünk ezt meg kell akadályoznunk. Nekünk meg kell akadályoznunk azt, hogy még több ember élet hújjon ebben a háborúban. Itt több százezer ember halt meg. Pontosan nem is tudják a számokat, hogy mi történik, és ennek egyetlen egy záloga van, a béke, és ez mellett tettek hitet a magyarok, és tesznek folyamatosan, minden egyes felmérés azt mutatja, hogy a kormány békepolitikáját és a Fidesz-KDNP parlamenti többségnek a békepolitikáját, a béke melletti kiállást, az azonnali tűzszünetet, a tárgyalások megkezdését, azt a magyar embereknek nagyon nagy túlnyomó többsége, közel 90%-a támogatja. Ezt én értem, de úgy tűnik, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban is a kérdés nélküli támogatása Ukrajnának, mintha kezdene alábbhagyni. Tegnap a késő esti órákban kezdték kiosztani az Oscar-díjakat, ahol szeretett volna a megjelentekhez szólni az ukrajnai elnök, és egyszerűen nem engedték neki. Ezelőtt két héttel még, ahol akart, ő beszélhetett, és buzdíthatott, és kérhetett. Én ennél rosszabbnak látom a helyzetet, én nem azt látom, hogy a Zelenszkij elnök úr, ahol akar, ott beszél, hanem ahol mondják neki, ott beszél, meg ahol engedik. Tehát ahol fölírják, hogy akkor itt Zelenszkij beszél, és akkor ott beszél. Tehát én ezt sokkal rosszabbnak érzem, mint amit ön mond. De változatlanul, hogyha, és odafigyeltem Orbán Viktor miniszterelnök szavaira, mi elítéljük azért az oroszokat azért, hogy lerohanták őket. Ezt tettük a kezdet kezdetén. Tehát a kezdet kezdetén világossá tettük, megneveztük, hogy az agresszor az Oroszország. Világossá tettük, hogy ezt az agressziót elítéljük. Azt is világossá tettük, hogy kiállunk Ukrajna területi integritásáért. Tehát azt gondolom, ezek világos hát mondatok ez voltak. Világos, nem. És arra kértük, nem lenne semmi szükségünk rá, hogy arra kértük a szövetségeseinket, két dologra kértük már a legelején egyébként. Tehát a legelején, ugye egy kettős szövetségi rendszerben vagyunk egy gazdasági, kulturális szövetségi rendszerben, ezt nevezzük Európai Uniónak, és vagyunk egy nagyon komoly, önvédelmi, katonai szövetségi rendszerben, ez pedig a NATO. És világossá tettük, hogy a NATO-nak ebben a háborúban nem szabad beavatkoznia. Tehát arra kértünk mindenkit, hogy óvatosan minden gondolattal, ami avval jár, hogy fegyvereket kell szállítani, hogy a fegyverek áthalassanak bizonyos országokon, és másrészt pedig azt mondtuk, hogy az a politika, amiben már akkor settenkedtek Brüsszelben, ez az úgynevezett szankciós politika, aminek már a 10. csomagja után vagyunk, ez nem fog eredményre vezetni. Brüsszelben azt mondták, hogy dehogy nem, hát az oroszok térdre fognak esni, az oroszok nem fogják bírni a szankcióknak a nyomását, és így be fog fejeződni a háború. Az a helyzet, hogy közel 400 napja zajlik a háború, az oroszok nemhogy nem estek térdre, hanem éppen nyomulóban vannak,
Nem, hogy kevesebb lett volna egyébként a bevételük az oroszoknak, hanem kétszer annyi bevételre tettek szert 2022-ben, mint 2021-ben. Ugyanakkor Paks 2 építésével le vagyunk maradva, hisz a német-francia beszállítók közül a franciák hajlandók lennének a Siemens gyártmányát küldeni az építkezéshez, viszont Németország úgy döntött, hogy késlelteti ezt. Hogy tudja ezt a német vezetés megmagyarázni? Hát egyelőre technikai, technológiai okokkal, meg szervezési okokkal magyarázzák, de ez azt gondolom nem sokáig tartható. Tehát napnál világosabb, hogy politikai okokról van szó, és politikai nyomásgyakorlás zajlik ezen a szinten is Magyarország ellen. Ugye itt a 10. csomagnál már tarítékre kerültek a nukleáris technológiák, technikák, a nukleáris energia embargója, és mi azt mondtuk, hogy igen, mi ezt nem fogjuk megakadályozni, hogy Európa ezt megtegye, az Európai Unió, de mi ugyanúgy, mint ahogy a kőolajnál és a földgáznál is ebből mentességet kérünk, mert Magyarországnak elemi érdeke az, hogy felépüljön Paks 2, mert Paks 2-vel lehet fenntartani a rezsicsökkentést, és Paks 2-vel lehet azt megtennünk, hogy 100%-ban Magyarországon megtermelt villamos energiát használjon föl a magyar ipar. Ugyanak... És mi ehhez ragaszkodunk. És nem újdonság ez számunkra, és minden Európai Uniós engedéllyel rendelkezünk. Hát ugye nemrég néhány hónappal ezelőtt adták meg az összes engedélyt. Az összes engedély megvan. Ugye elkezdték azt híresztelni, hogy mi orosz technológiával fogjuk megépíteni Paks 2-t. Hát mi a fenével építen, mivel építenénk, ha nem azzal, hiszen Paks 1-jel szoros összefüggésben kell majd a termelést meghatározni. De Paks 2-nél amerikaiak, franciák és németek is közreműködnek, és ez most kiderül. És aztán az kiderül, hogyha nem sikerül az embargós politikát Magyarország nyakába varni, akkor majd ők jól megállítják egyébként a leszerződött beszállításoknak az akadályozásával. Mindjárt vége a beszélgetésre szánt időnknek. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, hogy gázturbinákat is rendre fogunk állítani. Ezek feltételezhetően orosz gázzal fognak működni. Mennyit tudnak ezek gyártani elektromos áramot? Világossá tettük azt, hogy szüksége van a magyar iparnak ahhoz, hogy fejlődjön a magyar ipar, ahhoz, hogy a 21. századnak megfelelően zöld, környezetbarát ipart tudjunk termelni, telepíteni, ahhoz nekünk nagyon komoly elektromos áramra van szükségünk. Jelenleg Magyarországon a felhasznált elektromos áram 70%-át tudjuk csak előállítani. 70%-át, aminek egyébként a felét azt Paks 1 termeli meg, ezért is hosszabbítottuk meg az üzemidejét a Paks 1 termelésnek. Ha Paks 2-t megépítjük, akkor Magyarországon felhasznált energia 100%-át, megtermelt villamos energia 100%-át fogja biztosítani a magyar ipar számára. Innét folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke, a rezsivédelmi biztos volt stúdiónk vendége. Előzetesek is jövünk vissza, tartsanak velünk!